Az elmúlt időszakban nagyobb építkezések folytak a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központban. Nagyon örülünk annak, hogy támogatást tudtunk szerezni. 1 700 000 dinárt kaptunk a községtől és a tartománytól 1 000 000 dinárt, és ezzel meg tudtuk oldani a tetőszerkezetet, komplet ki tudtuk cserélni, be tudtuk takarítani, betakartuk, úgyhogy ez egy nagy eredmény szerintem az itteni magyarságnak, a népkörnek. Valka Károly alpolgármester kiemelte a Kulai Népkör egyik bástyája a vajdasági magyarságnak. Ez az első része a projektunknak, mi bízunk benne, hogy a befejezés megtörténik, és mire 2018-ban a Népkör megünnepli 150-es éves fennállását, akkor egy új köntösben egy jobban felszerelt, szebb objektumot fogunk kapni, ami nagyon fontos a kulai magyarság és a környék magyarsága szempontjából. A közgazdasági kereskedelmi iskolát is már időszerű volt felújítani. Meg szeretnék szüntetni a kétváltásos oktatást. Ehhez több tanteremre van szükség. Ekonomska škola u Kuli je osnovana još 1960. godine i od tada tradicionalno već upisuje najveći broj učenika na teritoriji opštine Kula. Sa ulaganjem u ekonomsku školu stalo se davnih 90. godina i ove godine smo počeli ponovo da ulažemo u školu. Imamo jedan projekat da završimo donji sprat koji nam je nedostajao u novom krilu da bi svi prešli u jednu smenu. A közgazdasági kereskedelmi iskolának több mint 500 tanulója van, ezért óriási szükség van a 90-es évek végén elkezdett új szárny befejezésére. Sikerült 10 millió dinárt a tartománynak, a tartományi kormány döntése alapján a tartalék eszközökből biztosítani erre a célra, és ehhez még mintegy 5,5 millió dinárt biztosít a község. Ebből a két összegből elkészülhet az első nagy fázisa ennek a beruházásnak. Ha az építkezés tervszerűen halad, a következő tanévtől kezdődően már valóban csak egy váltásban működhet az iskola.